Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a Földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Misli példabeszédek 8-as fejezet nagyszerűen kifejezi a viszonyt az atya és a fiú között, illetve hogy mi is fiú szerepe, illetve a Malák Jahua, az angyal Jahua szerepe, a bölcsesség szerepe, ami egy és ugyanaz. És így kezdődik. Avagy a bölcsesség nem kiálté, és az értelem nem bocsátja é ki az ő szavát. Mi is a bölcsesség, azt Misli első fejezetből többek között megtudhatjuk a 7-es versben, Jahuának félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Azaz a bölcsesség Jahua az atya félelmével kezdődik. Prédikátor könyve Kohelet 9-es fejezet így szól a 18-as vers, akkor én azt mondanám, jobb a bölcsesség az erősségnél. Azaz a fizikális erőnél is jobb a bölcsesség. 20-as, jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál. Azaz a harci szerszámoknál is jobb a bölcsesség, és egy bűnös sok jót veszt el. Azaz, ha nincs bölcsessége az embernek, akkor az óriási károkat tud okozni. Jeremiás 8-as fejezet így szól. Figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek, senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván mit cselekedtem. Azaz arról beszél, hogy senki nem fordul el az ő gonosz útjaitől. Mi a gonoszság? Hezekiel, Ezékiel 18-as fejezet 19-21 megmutatja az ő törvényei ellenére való élet. 1 Jehukanon 3-4 a törvények megszegése bűn. Ő erről beszél itt, senki nem fordul el ettől az útjától, és fordul oda hozzá, hogy azt mondja, mit cselekedtem, hogy bűnös vagyok. Mindnyájan az ő futópályákra térnek, mint a harca rohanoló, azaz mindenki megy a saját feje után. Elmondja, hogy még az állatok is tudják az ő rendüket, hogy mi az, amit tenniük kell, de az én népem nem tudja, hogy a Jahua ítéletét, azaz az ő ítéleteiről van szó, az ő útjáról. 8-as, hogyan mondhatjátok? Bölcsek vagyunk, és Jahua törvénye nálunk van. A bölcsesség egyenlő az ő törvényének tudásával. Bizony, ímé hazugságra munkál az írás tudok tóla, azaz más törvényeket hoznak, mint amit ő hozott, mint ahogy ma is. A bölcsesség egyenlő Jahua törvényével. Hogy mondhatják, hogy bölcsek és Jahua törvénye nála van, mikor nem úgy élnek? 9. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogadtatnak. Ímé megvettették Jahua szavát, micsoda bölcsességük van tehát nekik, aki megveti az ő szavát, az ő törvényeit, az ő ítéletét, annak nincsen bölcsessége, az ő szava a bölcsesség. Misli példabeszédek 4-es így szól, 4-től 6-ig. Tehát tanított engem, és mondá nékem, tartsa meg az én beszédemet, az ő szavát, a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, törvény, parancsolat, ítélet, rendelés. Ez a bölcsesség. Szerez bölcsességet, szerez eszességet. Ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől, az ő szava a bölcsesség. Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. Ez az, ami életben tartja az embert, ami megőrzi, ami megtartja, ami biztosítja, hogy Jahua velünk lesz. A bölcsesség azonos az ő szavával, ami azonos a Tórával. Nézzük tovább. A magas hegyeknek tetején az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Ti néktek kiáltok, férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz. Értsétek meg, ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Ez az ő szava, ez az ő utasításai, amivel az ember él. Mindenhol ott van,
Minden hirdeti az ő szavának igazságát. Minden azt bizonyítja, hogy amit leírt, amit mondott, az úgy van, és az igaz. Ez nem változik meg, amikor az ő instrukcióiról, a Tóráról van szó. Az az igazság, az az élet, és az az út. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság. A bölcsesség az maga az igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, utálat az én ajkaimnak, gonoszság. Villám gyorsan, Jehezikeel 18. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonoszsága, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és a törvény szerint igazságot cselekszik élvén, éljen meg ne haljon. Azaz a gonoszság a törvények ellenére való cselekedet, a vétek, a bűnben való élet. Ez a gonoszság és ez az igazság ellentétje. Igaz az én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult dolog. Mind egyenesek és értelmesek és igazak azoknak, akik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. A tudomány, a tudás, az értelem, a bölcsesség és az igazság egy és ugyanaz. Jahua az atya szava. Miért? Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Az igazságról beszél az igazság Jahua szava. Honnan tudjuk? Tehelim Zsoltáru 119-142, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz, az ő törvénye, az igazság, ez az, ami igaz. Ez remélhetőleg már senkinek nem újdonság, Tehelim Zsoltárok 119.30.34, az igazság útját választottam, azaz az igazságról van szó, amiről itt is beszélt, az, hogy az ő szájának felnyitása igazság, igazságot mond ki, igaz az ő szájának minden beszéde, igazak azoknak, akik értik és értelmesek, ez a bölcsesség maga. Mi ez az igazság útja? A te ítéleteid forognak előttem, a te bizonyságaidhoz ragaszkodom, a te parancsolataidnak útján járok, taníts meg a rendeléseidnek útjára, és a te törvényedet megőrzi teljes szívéből. Ez az igazság útja. Ugye egyértelmű ebből, hogy a bölcsesség, az igazság, a törvények, ez maga, az értelem, a tudás, ez mind-mind egy dolog. Jahua szava. Ha már a Zsoltároknál tartunk, nézzük meg, mi az, amit Saul javasol. Kolosséjakhoz 3. Mesiáknak beszéde lakozzék ti bennetek, gazdagon, minden bölcsességben. Mi a bölcsesség? Az ő szava, az igazság, stb. Tanítván és intvén egymást Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben Jahuának. Azaz tanítsátok egymást, és intsétek egymást a zsoltárokkal. Ha mindegy, hogy mit csinálunk, akkor mire kellene tanítani egymást, vagy inteni egymást? Minek a zsoltár, mikor a zsoltár az, ami megmondja, hogy az ő szava az igazság, hogy az a törvény, az a parancsolat, hogy az szerint kellene élni. Például Zsoltárok Tehelim 40-es fejezet, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, ó Elohim, a te törvényed keblem közepette van. Ha ez az a Zsoltár, amiből tanítani, inteni kell egymást, akkor nem az a lényeg, hogy az ő törvénye az ember keblében legyen, hogy tiszta szívből csinálja azokat? Tehelim Zsoltárok 111.10. Bölcsesség kezdete Jahuának félem. Ez megint csak egy Zsoltár, amire azt mondja Saul, hogy ebből tanítsuk és intsük egymást. A bölcsesség kezdete Jahuának félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Mi azaz ezt gyakorolja? Hogy gyakorolja az ember a félelmet? Nem úgy, hogy ül otthon és fél, hanem úgy, hogy úgy cselekszik. Az ő instrukciói Tórája szerint cselekszik. Így jelenik meg a valóságban az a félelem, ami az embert irányítja. Nem az a félelem, amit érez, mikor egy filmet néz a moziban. Ez egy teljesen más jellegű félelem. Annak dicsérete megmarad mindvégig. Aki így él, annak a dicsérete meg fog maradni mindvégig. Az az, aki örökké fog élni, hiszen az ő szava az élet. Remélem nyilvánvaló az,
hogy mi az, amit ki szeretne fejezni. A bölcsesség azonos az atya szavával. Az atya szava pedig nem más, mint az, ami az embert irányítja a földön, ami a Malak, Jahua hordozza az ő szavát. Ő adta meg Izrael népének, hogy aztán terjessze el a világon, mert ez az, ami által él az ember. Akkor, most és mindörökké. Ez nem változik, ez nem törlődik el, nem telik be, meg semmi ilyesmi nem történik vele. Ez mind örökké. Ha egyszer ez a bölcsesség, ez az igazság, ez ad életet, miért kellene megváltoztatni? Tovább beszél a bölcsesség. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt. Az az értékesebb a pénz, hiszen ez életet ad. És a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Értékesebb az aranynál ennek az értése, a tudása, hiszen ez az, ami a keskeny útra vezeti az embert. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehet. Ezért mondta a Mesiák, hogy add el mindened, mikor megérted, és vedd meg azt a földet, ahol ez található. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Értelmet kell adni ezeknek a szavaknak. Nem gondolkozhatunk a mai fogalmakkal, hogy ez az a bölcsesség, hiszen akkor eszünkbe jutnak a filozófusok, a tudósok, az ostobaság, amiket az ember tanul. Ez a bölcsesség az ő szavára utal vissza. Nem a mi világunkban kell keresni ennek a magyarázatát. Jahuának félelme a gonosznak gyűlölése. Mi a gonoszság? És Hezikiel 18:20-21 az ő törvényei ellenére való cselekedet. Aki féli Jahuát és tiszteli, és van benne bölcsesség, és eszesség, és tudás, és igazság, az nem fogja megszegni az ő törvényeit. A kevésséget, a büszkeséget, a felfúvalkodást és a gonosz utat, és álnok szája gyűlöl. Ez mind a bölcsesség beszél, hiszen a bölcsesség Jahua szava. Az atya elküldi a fiát a Malák Jahua formájában, aki elhozza az ő szavát, közvetíti az emberiségnek, hogy tudjunk járni egy olyan úton, ami a végén visszavezet minket az élet fájához hozzá. Ahonnan eltérített ki az ellenség? Hogyan? Úgy, hogy rávette az embert, hogy megszegje az akkori parancsolatokat, mint most ráveszi az embert, hogy megszegje a mostaniakat. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Ez mind a bölcsesség. A bölcsesség az, ami mindezeket birtokolja. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Mára melyik? Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Ő az, aki hatalmat ad azoknak, akik hatalmat gyakorolnak a nép felett. Ilyen vagy olyan módon, de Jahua az, aki a világot irányítja. És ő az, aki a hatalmát adja ezeknek a hatalmasságoknak, akik uralkodnak a népen. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Azaz ő nem szeret mindenkit, nem azt mondta, hogy én mindenkit szeretek, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, élhetsz úgy, mint egy állat, vagy mint egy pogány, vagy mint egy akármi, én akkor is szeretek. Azt mondja, hogy aki engem szeret, azokat szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Ezen keresztül jut el az ember az atyához. Avri zsidókhoz 11:6, hit nélkül lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, ugyanúgy, ahogy a bölcsesség. Akik őt keresik, azok megtalálják, ugyanúgy az atya is megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm minden tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén. Mi az igazságnak útja? A te ítéleteid, a te bizonságaid, parancsolataid, rendeléseid, törvényeid, mikor az ember teljes szívéből azt megtartja. Zsoltárok 119, erről már volt szó. Ez az igazság útján jár a bölcsesség. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adja örökségül, és erszényeiket megtöltse. Miért valóságost? Azért, mert ez az egyetlen, aminek értelme van. Ez az egyetlen, ami nem enyészik el majd a világgal együtt. Hiszen az örök élet, amikor az ember eljut a királyságba, és utána az atyához, ez az egyetlen, ami valóságos. A többi, az mind-mind mulandó, és az enyészeté lesz a végén. Nem lehet elválasztani a bölcsességet, a tudást, az értelmet, az igazságot, a tanítást, a tudományt, ezek a dolgok egy és ugyanaz.
ez az a dolog, ami elvezet az atyához. Ez az ő szava, ami el fog minket vezetni hozzá. Az pedig a Tora, az ő instrukciói, a zsoltárok és a proféták. Ez az ő szava. Ennek a bizonyságtétele a Brit Hadasá, az új szövetség, mely a messiák életével foglalkozik. Az ennek a bizonyságtétele. Az nem hozott semmi újat törvények értelmében, csak megmutatta, hogy hogyan kellene azok szerint élni az embernek teljes szívéből, lelkéből és erejéből. 22-től lesz azonban érdekes ez az egész. Yahuwah az ő útának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Még amikor mélységek sem voltak, születtem vala ez a bölcsesség, még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Ki ez? Kolosséjakhoz 1.14.16. Kiben van, ami váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata? Jehusa HaMásiák, a megváltó, a messiák, a felkent, aki képe a láthatatlan Elohimnek, minden teremtménynek előtte született. Mit mond a bölcsesség? Az, hogy az ő útának kezdetéül szerzett engem munka előtt régen, a föld kezdetétől fogva, mikor még semmi nem volt. Még a hegyek előtt, mikor még nem csinálta meg a földet. Mikor készíti az eget, ott valék, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, ott valék. Meg, mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységnek forrásai, ott valék. Mikor felveti a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, a víznek is van parancsolatja. Mikor megállapítá a földnek fundamentumait, ott valék. Mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap játszva ő előtte minden időben. Ő az, aki által ezeket készítette. Aki képe a láthatatlan Elohimnek. A bölcsesség, a tudás, az értelem, az igazság, parancsolatok, magyarul a Tora, az instrukciók. Az a képe a láthatatlan Elohimnek. Ez minden teremtmények előtt született. Meghatározta a rendet, és utána teremtett mindent, mert ő benne teremtetett minden, most mondta, hogy ott volt a bölcsesség, ami van a mennyekben, a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok. Mindenek ő általa és őre elnézve teremtettek. Misli 8-as, 30-as, mellette valék, mint kézműves, azaz ő volt az a kézműves, aki alkotta ezt, gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Ő az, aki által ezt teremtette, akinek a segítségével teremtette mindezt, a teremtő. Tehelim 136, amiről Saul beszél, hogy ebből tanítsátok egymást, így szóval magasztaljátok Jahuát, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Hogyha leugrunk a négyesre, akit nagy csodákat művel egyedül, mert örökkévaló az ő kegyelme, aki teremtette az egeket bölcsességgel, azaz a bölcsesség segítségével, bölcsességgel teremtette, mert örökkévaló az ő kegyelme. Kiterjesztette a földet a vizek közé, a nagyvilágítókat megalkotta, a napot, a holdat, a csillagokat, ki az egyiptomiakat megverte, ki kihozta Izraelt onnan, hatalmas kézzel kifeszített. Ki az, aki kihozta? A Malákia hova volt az, aki kivezette őket? Az atya vezette ki általa, de aki kihozta, az a Malákia hova volt? Az angyal Jahua, ami nem más, mint az ő szava, a bölcsesség, az igazság. Ez az egész egyben az az angyal Jahua, aki testet öltött és megjelent itt közöttünk. Aki kétfelé választotta a verestengert. Az előző részben láttuk, hogy ki volt ez, de már többször szó volt róla. Aki átvitte Izraelt annak közepén. Aki fáraót elvesztette. Aki vezette a népet a pusztában. Ki volt az az angyal, akiben az atya neve volt? Az az angyal, aki vezette. Nem az atya, hanem az angyal. A Malak Jahua. Aki királyokat vert meg, stb. Stb. Ez mind ő. Bölcsességgel teremtette a világot, és azzal vezeti. Az ő szava a bölcsesség. Tehelim 104-23-30-ig így szól. 24-es. Mi számtalanok a te műveid, Jahua?
Mindazokat bölcsen, azaz bölcsességet alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal, és újra felsorolja mindezeket a dolgokat. Ő az, aki irányítja a bölcsesség segítségével az egész világ. Ki ez, aki mellette van, mint kézműves? Aki az ő gyönyörűsége, játszva ő előtte minden időben, azaz örökké. Márkusz vagy Márk első fejezet így szól, 10-es vers. És azonnal feljövén a vízből látá az egeket megnyilatkozni, és a ruákot, mint egy galambot őrá leszállani, és szózatlan az égből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Miről beszél? Hogy gyönyörűsége volt minden nap, minden időben. Ugyanaz, akire azt mondja, hogy a szeretett fiam, kiben én gyönyörködöm. Akit teremtett mindenek előtt, ami minden teremtése előtt ott volt. Erről beszél. Jehokanon 1-es fejezet egyértelművé teszi ezt, hogy miről van szó. Kezdetben vala az ige, azaz a szó, az ige vala Elohimnél, és Elohim vala az ige, azaz az egész egy egységet alkotott az atya, és a fiú az atyánál volt, és a kettő egy egységet alkotott. Elohim hatalmasságok, istenek, ez alkotta ez a kettő az egyet. Ezért lenne fontos, hogy az eredeti szavakat az ember ismeri. Kezdetben vala az Elohimnél. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nem arról volt szó, hogy a bölcsesség az, ami által teremtette, amit először teremtett, ami előtt nem volt semmi. Ő benne vala az élet vala az emberek világossága. Ugyanígy itt 14-es, és az ige a szó testélet, és lakozik mi közöttünk, aki teljes vala kegyelemmel, és igazsága, mi az igazság, az ő szava, az ő törvénye, az ő instrukciói, erről is szó volt már. Elmondja azt is, hogy Elohimet soha senki nem látta. Az atyáról beszél természetesen. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ő az, aki elhozta hozzánk, aki megmutatja, hogy hogyan, nem az, hogy hogyan néz ki az atya fizikálisan, hanem hogy milyen az ő karaktere, milyen ő. Az ő instrukciói fejezik ki azt, hogy milyen ő. Aki olyan akar lenni, mint ő, annak úgy kell élni. Aki nem úgy él, az nem olyan, mint ő. 31-es a példabeszélek 8-asban. Játszva az ő földének kerekségét, és gyönyörűségem az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Mi az ő útja? Az igazságnak útja, az igazságnak ösvényének a közepén jár. Mi az igazság útja? Megnéztük már kétszer is. A bölcsesség tovább beszél, hallgassátok meg a tudományt, azaz a tudás, legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok. Azaz nehogy azt mondjátok, hogy ez ótestamentum, ezt már nem kell nekünk, ez már elavult, betöltötte, stb. Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap. Az én ajtóim felfájt őrizvén. Azaz a bölcsességet keresvén állandóan. A bölcsesség nem egy elvont fogalom, amit egy szótárban kell majd nekünk megtalálni. A bölcsesség az ő szava. Mert aki megnyer engem, nyert életet és szerzett Jehovától jó akaratot. Hogy lehetne ez eltörölni vagy betölteni? Mikor életet lehet nyerni ez által, hogy ennek engedelmeskedünk, hogy a bölcsesség vezet minket. A bölcsességbe kell, hogy legyen valamilyen tartalom. Vagy a világ bölcsessége, vagy pedig az atya bölcsessége. A bölcsességet meg kell tanulni, meg kell, ki kell kutatni, meg kell érteni. 1 Korintusi 3.19.20 így szól, mert e világ bölcsessége bolondság Elohim előtt. Ismeri Jahova a bölcsek gondolatait, hogy hiába való. A világ bölcsessége nem csak, hogy ostobaság, hanem hiába való is, az nem vezet életre. Csak aki a törvényei szerint él, az az, aki életre jut. Ezt egyértelművé teszi az utolsó verszakban. De aki vétkezik ellenem, hogy lehet a bölcsesség ellen vétkezni? Hiszen a bölcsesség az, aki mindvégig beszél. Hogy lehet úgy, hogy ő az ő szava? Az igazság, az ő instrukciói, a törvények, a parancsolatok, a rendelések, a bizonyságok, ez az, ami a bölcsesség. Ha valaki ez ellen vétkezik, erőszakot cselekszik az ő lelkén. A saját lelke az, amit az ember ezzel megront. Minden, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Hiszen aki nem e szerint él, az mind a végén pusztulásra jut. Ez az élet.
két út van, a keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, és a széles út, ami a tágas kapuhoz vezet, ahol sokan fognak bemenni. Ez a két út áll az ember előtt. Ezért mondja, hogy aki vétkezik, hogy lehet a bölcsesség ellen vétkezni? Kell, hogy legyen valamiféle rendszere a bölcsességnek. Erről szól ez az egész fejezet. A bölcsesség, a szó, az ige, a törvények, Yahusha HaMashiach, a Malák Yahua, az Angyal Yahua, ez mind-mind egy dolog, az ő szava, ami kijön az ő száján, amit elküldött ide, hogy megcsinálja ezt az egész rendszert, hogy adjon nekünk instrukciókat, hogy hogyan lehet visszajutni hozzá. Aki nem alázattal, engedelmesen, félelemmel és szeretettel cselekszi ezt, az nem fog eljutni hozzá a végén. Jeremiáhu az 51-es fejezetben így ír. Az, aki teremtette a földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. Ereje, bölcsessége, értelme, azaz az ő szava. Az atya teremtette az angyal, Yahua, az ő szava segítségével. A kettő egy egységet alkot. Az atya irányítja ezt az egységet, és a fiú által teremtette a világot. Aki megtestesülve lejött közénk, és ő az, akit Yahusha HaMashiachnak, vagy a megváltónak, vagy Jézusnak hívnak. Ez az, aki teremtette a Földet. A kettő együtt csinálta az Atya az, aki irányította ezt az egészet. Egy szavával vizek zúgását szerez az égben. Az égben akkor vizek vannak, és felhőket visz fel a Föld határairól. Villámokat készít az esőhöz, kihozza a szelet az ő tárházaiból. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Mi a tudomány? Az értelem, a bölcsesség, az igazság, az ő útja, az ő szava, az ő instrukciói. Minden ötvös megszégyenül a maga báványa miatt, mert hazugság az ő öntése, és nincs benne lélek. Hiába valóságok ezek, nevetségre való művek, az ő megfenyítetésük idején elvesznek. Az emberek elfordultak tőle, tudomány nélkülivé váltak, megszegték az ő instrukciói, törvényeit. Jeremiáhu 10-es fejezet így szól. Halljátok meg a szót, amit Yahua szól néktek, Jézsuel háza. Azaz a szó, az ő szava, amit Yahua szól. Ezt mondja Yahua. A pogányok útját el ne tanuljátok. Azaz ne térjetek el, mi a pogányok útja? A pogányok útja a törvénytelenség. Hogy lehet az, hogy erre figyelmeztet minden proféta, minden tanítvány, apostol, zsoltár, példabeszéd, minden erre figyelmeztet, az összes törvény ezt mondja, hogy el ne tanuljátok a pogányok útját, hogy ne térjetek el az én utamtól. Ennek ellenére ma egyházak épülnek arra, hogy azt tanítják az embereknek, hogy el kell térni, mert ez egy átok. Az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Leírja a báványokat, ezt már láttuk többször, ez ugye a bávány készítése, a pogány hagyománya. Nincs hozzád hasonló Yahua, 6. vers. Nagy vagy, és nagy a te neved hatalmadért. Azaz lehet, hogy a neve fontos. Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Ki a királyok királya? Yahusha HaMashiach, Yahua az atya, szava. Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt, és azok minden országában sincs hozzád hasonló. Miért? Mert a világ bölcsessége ostobaság Elohim előtt. Mind egyik balgatagok és bolondok, hiába valóságokra tanít, fa az. Ugye ez a báványokról beszél. Tovább folytatja a 9-esben, a 10-esben így szól. De Yahua igaz Elohim, élő Elohim ő, örökké való király. Ki a királyok királya, aki örökké uralkodik? Yahusha HaMashiach, a szó, aki testé lett. Az atya uralkodik a Messiák az ő szava által. Az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Még a jelenések könyve is arról beszél, hogy, hogy minden ember a föld alá bújik a bárány haragja miatt. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Ezek egy és ugyanaz dolog. Leírja, hogy szavára vízzúgás támad, villámlásokat készít, szelet hoz elő. 14. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül.
és minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek, hiába valók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyítetésük idején. Elhagyták ezt az utat, és hiába valók, ostobák lettek, bolondok lettek, úgy, mint a világ ma. Nézzük, hogy mi az ő terve. Ezt mondja Jahua, ímé én elvetem ezúttal e föld lakosait, azaz Izraelt, megsanyargatom őket, hogy megtaláljanak, azaz azért történnek ezek a dolgok az ember életében, hogy visszataláljanak hozzá. Hogy megtalálják a helyes utat, a bölcsességet, az értelmet. Nézzük, mit kér Jeremiahu. Fenyíts meg engem, Jahua, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj. Ezt kéri tőle. Önts ki haragodat ama nemzetekre, amelyek nem ismernek téged, mert nem akarnak, ama nemzetségekre, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Hogyan tudná az ember segítségül hívni, mikor egész nap azt mondja, hogy nem fontos. Remélem, hogy egyértelmű mindenki számára ezekből, hogy milyen viszony van az atya és a fiú között, mi a kettő szerepe, hogyan működnek egy egységben az atya irányításával. Ez az, amiről ez a könyv szól. Ezek az ő instrukciói az emberek számára, hogy visszataláljanak hozzá arról, abból a tévelgésből, ami a kertben kezdődött, azért, mert megszegték az ő parancsolatait. A probléma mindig is abból volt, mikor az ember a saját feje után akart menni. Természetes az, hogy ezt az embernek teljes szívéből. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Teljes lelkéből, teljes erejéből csinálnia kell. Különben nem fog működni. Ez erre való. A Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, vagy a Szent Lélek, ki hogy hívja. Ami segít minket ezen az úton.